Jó reggelt kívánok! Önök az ATV reggeli hír összefoglalóját látják 7:30-kor. Üdvözlöm Önöket! A magyar nyelv és irodalom írásbelikkel kezdődnek ma az érettségik. Idén majdnem 1200 helyszínen több mint 115 ezer diák ad számot tudásáról. A szabályok és a követelmények tavaly óta nem változtak, de a választható tantárgyak köre módosult. A diákok együttesen majd 500 000 vizsgát tesznek le, ebből 42.400 lesz emelt szintű. A mai középszintű írásbeli vizsga 4 órán át tart majd. A vizsgázóknak 2 feladatlapot kell kitölteniük, egy szövegértését és egy szövegalkotásit. A szövegértési feladat általában egy esszé, ismeretterjesztő tanulmány vagy publicisztika. A szövegalkotási feladatlapnál pedig a vizsgázóknak 3 eltérő típusú műfajú és témájú feladatból kell egyet kiválasztaniuk. Amikor egy ország miniszterelnöke a halálbüntetés napirenden tartásáról beszél, akkor vagy tudatosan provokál, vagy a tanácsadói vezetik félre, mondta Niedermüller Péter a Startban. A DK EP képviselője arról is beszélt, hogy a témának lehet egy olyan funkciója is, hogy az aktuális a kormánynak kínos ügyekre ne figyeljenek. Niedermüller Péter szerint a halálbüntetés egy olyan gumicsont, amivel a miniszterelnök tudatosan provokálja Brüsszelt. A politikus elmondta, a Fidesz stratégái észrevették, hogy a baj nagyobb, mint gondolták, és a népszerűség fogyása egy megállíthatatlannak tűnő folyamat. Niedermüller Péter hozzátette, szerinte nincs lényegi különbség a Fidesz és a Jobbik között. Saját és pártja népszerűségét javítaná Orbán Viktor a halálbüntetés napirenden tartásával, ezt mondta a Híradónk által megkérdezett politológus. Krekó Péter szerint azonban ez rossz stratégia, mert romlik a kormány megítélése, és ez erősítheti a Jobbikot. A miniszterelnök pénteken azt mondta, beszélni kell a kérdésről. Mindenkinek megvolt azonnal az interpretációja, hogy mit jelentett a miniszterelnök néhány erre vonatkozó mondata. Foglalkoztatja az embereket ez a téma, ezért kell napirenden tartani a halálbüntetés kérdését, mondta Kovács Zoltán a csütörtöki egyenes beszédben. A kormány szóvivő szerint ez azt jelenti, hogy lehet róla beszélni parlamentben és szakmai körökben is. Egy dolog biztos, és azt hiszem, hogy ez a Martin Schulzzal, illetve a Josep Dollal folytatott ma délutáni telefonbeszélgetésekből kiderül, hogy Magyarország betartja az életben lévő, a jelenleg hatályos jogi kereteket, és ragaszkodik azokhoz, azoknak a betartatásához pont. Hát hol élünk a középkorban, amikor kijelentik, hogy van néhány tabu, amiről nem lehet demokratikus vitát folytatni? A miniszterelnök szerint demokrácia vita alakult ki az Unióban a kérdéssel kapcsolatban. Orbán Viktor az Echo TV Mély Magyar című műsorában azt mondta, nem tudja megválaszolni, hogy be kell levezetni a halálbüntetést, de beszélni kell róla. Az elmúlt 5 év stratégiájának része a kérdés lebegtetése, mondta Krekó Péter. A politológus szerint azokhoz a bizonytalanokhoz szól Orbán Viktor, akik a Jobbikhoz vándorolnának, illetve az elbizonytalanodott Fidesz szavazókhoz. Ezek arról szólnak, hogy a miniszterelnök megpróbál magának valamiféle többet népszerűséget szerezni, és saját pártjának egy olyan időszakban, amikor jól láthatóan komoly problémái vannak, főleg a tapolcai választás után a kormány oldalnak azzal, hogy megtartsa a népszerűségét. Krekó Péter szerint ez hibás stratégia, mert a kormány hazai és uniós megítélése is romlik. A politológus hozzátette, azért is gyengíti magát a kormány, mert rávilágít saját cselekvésképtelenségére ebben a kérdésben. Kitálalta volt amerikai nagykövet, Eleni Tsakopulos Kunalakis könyvet írt Budapesten töltött éveiről. A volt nagykövet szerint Orbán Viktor szeszélyes és időnként modortalan ember, belpolitikája pedig több területen is aggályos. Kunalakisnak búcsúzásakor komoly vitája is volt a kormányfőben. A könyvben erről is ír. Hajlandó garanciát vállalni arra, hogy egy 2018-as választási győzelem érdekében sem fog együttműködni a Jobbik a Fidesszel. Ezt Vona Gábor mondta a Szabad Szemmelben. A Jobbik elnöke cáfolta azokat a sajtóhíreket is, amelyek szerint Simicska Lajos támogatná a pártot. Azt mondta, Lázár János túllőtt a célon, amikor erről beszélt. Vona Gábor szerint nem a Jobbiknak, hanem a Fidesznek van magyarázkodni valója több területen is. Ezért is tartja elképzelhetetlennek a pártelnök az együttműködést. Kormányoznának-e adott esetben a Fidesszel együtt? Isten ments! Tehát a 21. századot ne keverjük össze a 20. századdal. Sem a Fidesz-szel, sem az MSZP-vel nem lépünk koalícióra, mert azt gondolom, hogy az a lényegünknek, a programunknak, a jövőképünknek a feladását jelenteni.
sokkolókat szerzett be az országgyűlési őrség, írja a Blick. Összesen 10,1 millió forintot költöttek az elektromos eszközökre, amelyeknek a pontos darabszámát az országgyűlés hivatala biztonsági okokra hivatkozva nem árulta el. Az árban egyébként pótalkatrészek és a képzés költsége is benne van. A sokkolók 5-6 méter távolságig hatásosak, két kis tű alakú lövedéket mélyeztenek be az áldozat bőre alá, amely dróton keresztül 50 ezer voltos feszültségű áramot vezet a testbe. A vastag ruházat sem véd meg a sok hatás elől, amely 5 másodpercig tart, de az elsütő gomb többszörű lenyomásával ez meghosszabbítható. A készülék megzavarja azokat a jeleket, amelyeket az agy küld a mozgató idegeknek, így az áldozat rövid időre elveszti az irányítást a saját teste fölött. Semmire kellő és aljas embernek nevezte Orbán Viktort, és a trafiktörvény visszavonását követelte Hatházi Ákos. Az LMP antikorrupciós szóvivője szerint a kaposvári gyilkosság is rávilágít a jogszabály visszásságaira. A szóvivő hozzátette, több ezer ember, valamint kisboltok és benzinkutak mentek tönkre a trafikrendszer miatt az elmúlt 2 évben. Soha nem látott méretet öltött a fekete kereskedelem, amivel jelentős bevételektől esett el a költségvetés. Hatházi Ákos szerint várható volt, hogy trafikokat rabolnak ki, szerinte az egész trafiktörvény megbukott ezzel. Azt gondoljuk, hogyha Magyarország miniszterelnökének erről a gyilkosságról csak a halálbüntetés jut eszébe, és nem jut eszében az, hogy a trafiktörvény az egyik legkapzsibb és leggyalázatosabb törvénye volt az ő kormányának, akkor az az ember semmire kellő és aljas ember. A hét közepétől kérelmezhetik a kártalanítást a quaestor károsultak. A kártalanítási törvény alapján május 6-a és június 5-e között kell jelentkezniük a quaestor Hrulira által kibocsátott és a quaestor értékpapír kereskedelmi és befektetési ZRT, vagy annak kapcsolt vállalkozás által értékesített kötvények tulajdonosainak. A jogszabály szerint 30 millió forintig jár a kárpótlás, és egyes esetekben még a hozamokat is megkapják a károsultak. A kártérítést a BEVA mellett a quaestor károsultak kárrendezési alapja állja majd. Az alapnak várhatóan az MNB nyújt majd áthidaló kölcsönt. Továbbra sem jelentették be Vilmos herceg és Katalin hercegnő másodszülött gyermekének a nevét. Az angol fogadóirodák szerint a két legesélyesebb név a Charlotte és az Alice, de szóba kijöhet még az Olivia, a Victoria és az Elizabeth, vagyis az Erzsébet is. Közben egész Nagy-Britannia ünnepelni kezdte a trónöröklési rendben 4. helyet betöltő újszülöttet. Harry herceg állítólag már felajánlotta a szülőknek, hogy felkészíti unokahúgát a brit trón 2. számú várományosának szerepére. Ünnepi díszvilágítást kaptak London szimbólumai a brit királyi család legifjabb tagjának érkezésére. A híres Tower Bridge és a London Eye is egész éjjel kék és piros színekben pompázott. Közben folyamatosan érkeznek a családtagok Vilmos és Katalin otthonába, a Kensington palotába. A kislány nagyapja, Károly Velszi herceg és felesége Camilla délután látogatták meg az újszülöttet. A lesifotósok lencse végre kapták Katalin hercegnő édesanyját, Carolt, és a húgát Pippa Middletont is. A királyi bébi tegnap délután hagyta el a Szent Mary's kórházat, csupán fél nappal születése után. A kis hercegnő 3700 grammal született délelőtt 8:30-kor. A büszke szülők még a délután folyamán megmutatták gyermeküket a kórház előtt várakozó fotósoknak, akik hatalmas ovációval fogadták a csecsemőt. Azt gondoltuk, hogy nagyon korai még kijönni a kórházból pár óra után, de Katalin megint gyönyörű volt, és a kis György herceg is imádnivaló. Mondja ez az amerikai turista. Az újszülött hercegnő bátyja, György herceg után a 4. a trónutódlási sorban, egyúttal 2. Erzsébet 5. dédunokája. Újabb dugó vár a budaiakra, ezúttal a Bécsi utat zárták le a budai fonódó villamosok építése miatt, komoly torlódások várhatóak emiatt a Lajos utcában és a Kolosi tér környékén. A lezárás több hónapig tart majd. Most nézzük, milyen korlátozásokra kell számítaniuk még a fővárosban autózóknak. Üdvözlöm az ATV minden kedves nézőjét! Munkatársaim a város egész területéről közepesen erős forgalmat jelentettek. A Margit körúton megváltozott a forgalmi rend a Keleti Károly utcánál, a Kisrokus utcánál és a Török utcánál. A Keleti Károly utcából csak egy sávból, a Kisrokus utcából pedig már 2 sávból lehet balra kanyarodni a Margit körútra. A Margit híd budai lehajtójától a Török utcáig csak egy sávjárat a Szélkámán tér felé.
A Margit körútról a Krisztina körútra vezető két sávforgalmát a már elkészült új útpálya terelik át. Az Irágyi Erzsébet fasorról a csomópontban a Krisztina körútra jobbra két sávban lehet kanyarodni, jelzőlámpa nélkül. Egyirányosították a Várfok utcát az Érmezőtől a Csaba utca felé a járda szélesítése miatt. Óbudán a Pomázi úton útszűkületre és sebességkorlátozásra számítsanak a Pomázi köz és a Törökkő utca között közmépítés miatt. Felújítják Kőbányán a Körösi Csaba Sándor utat teljes hosszában. Mindkét irányban növelnek a külső sávot. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes napot és balesetmentes közlekedést kívánok, viszontlátásra! Ahogy azt már a híradóban is hallhatták, komoly vitát kavart a miniszterelnök kijelentése a halálbüntetésről. Erről is szól ez az azonnal folytatódó startban, a részleteket elmondja önöknek Róna Jákon. Hát ezügyben a Fővárosi Bíróság volt tanácsvezető bíróját várjuk egyebek között, Sándor Zsuzsát ide a stúdióba. Jó reggelt kívánok, de beszélünk majd például arról is, hogy lehet-e tüntetni a miniszterelnök háza előtt. Egyáltalán hol lehet tüntetni, ki mondhatja ezt meg, és miért ne lehetne tüntetni pont ott? Ugye ezt az együtt veti fel ezt a kérdést, sok más kérdés együtt, amiket majd szépen sorra veszünk. Egyebek mellett erről is beszélünk majd Hajdú Nórával, az együtt politikusával. Csizmalia Ervint, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatóját is várjuk ide. Már csak azért is, mert van neki egy érdekes felvetése, gondoltuk, ezt beszéljük már meg. Méghozzá az, hogy Magyarországon az ellenzék az voltak éppen a külföld. Hogy ez mennyire így van, azt sokan sokféleképpen próbálták már leírni, de azért ez egy nagyon karakán állítás. Nyilván erről van mit mondani a Csizmadia Ervinnek. És végül várom Tiszeker Ágnest, a Magyar Antidoping Csoport vezetőjét. Ha a hírek igazak, akkor a magyar kajakkenu válogatott két tagját kokain fogyasztáson kapták, ami nem doppingvédség, mert hogy nem versenyidőszakban kapták el őket, de hát voltak éppen mégiscsak az. Na erről, ezekről a dolgokról úgy általában is, meg erről a konkrét ügyről is faggatom majd Tiszeker Ágnest. Így megyünk tovább. Köszönöm szépen. Híradóval legközelebb délután 3-4-6-kor jövünk újra, akkor meg Bányai Viktor várja önöket, verem a fórumban találkozhatnak 8:30 után. Akkor is várom önöket, addig is szép reggelt, a munkába, iskolába indulóknak jó utat. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!